Sziasztok! Sziasztok! Sokan kértétek, hogy mutassuk meg, hogy Mollika mit kapott a születésnapjára. Ugye még nem volt meg a születésnapja, majd csak november végén lesz, egész pontosan 29-én, de azért a családtagoktól már elkezdtek érkezni az ajándékok, és ezek közül az egyik, ez a baba itt. Gondoltuk, hogy megmutatjuk nektek. Mollika nagyon örült neki, egyébként is nagyon szeretünk együtt babázni, én is nagyon sokáig babáztam gyerekkoromban, szerintem ez egy nagyon jó dolog. Itt az új szerzeményünk, ez a kis baba, aki LEA névre hallgat, és egyébként egy síró baba. Elég szép hangon tud egyébként sírni. Na, de most bemutatjuk nektek LEA-t, hogy pontosan hogyan is néz ki ő. Ebben a kis papír dobozkájában ül, ami igazából egy baba ülést hivatott szimbolizálni. Igen. Egyébként ők hárman vannak. Nem csak ez az egy babuci van, hanem van még... Kik vannak? Van még egy kis egér, akit úgy hívnak, hogy LALA, és van még egy nyuszi, akit úgy hívnak, hogy CONEY. Hát igazából ők is gyerekek, vagy babák, tehát nem kis egér meg nyuszi, hanem ilyen tipegőjük van, vagy rugdalózójuk, vagy ilyen kis ruhácskájuk, mint ami LEA-nak is van, csak neki ilyen kis párducos. Van kis farkinzája is. Igen, szóval ez igazából de helyes, tényleg, ilyen és kis... jó puha ruhácskája van, ez a kis rugdalózó, de helyes, tényleg nagyon puha. És van, hát nyilván a jelmezének, vagy ruhácskájának van ilyen kis farkincája hátul, hát mint minden normális párducnak, neki is van. Aranyos, különben helyes baba. Elolvasom a leírását. Vedd ki a cumim, elkezdek sírni igazi könnyekkel. Tedd vissza a cumim, és lenyugszom. Na. Hát egyébként LEA ezzel nincs egyedül, mert a gyerekek általában így működnek. Molli is így működött kiskorában. Nagyon-nagyon cumis volt, amikor még kicsi baba volt. Hány cumid volt, Mollika? Hát egy 5 biztos. Hát 5 vagy 15 vagy 25, szóval így gyűjtöttük a cumikat. Mindig, amikor mentünk vásárolni bárhová, akkor az volt az első, hogy el kellett menni a cumispulthoz, és ő mutogatta a kis kezecskéjével, hogy melyiket kéri. Szóval igazából LEA Mollikára emlékeztet engem, azért drágámra, mert ő is mindig hangosan követelte a cumiját, amikor éppen nem volt kéznél. Mert ugye mi is szokott ilyenkor történni, akárhány cumija van a gyermeknek, tuti, hogy nincs kéznél egy se, amikor éppen szükség lenne rá. De egyébként miért én fogom a kezembe LEA-t? Mert amióta kicsomagoltuk, folyamatosan én ölelgetem itt a kezembe. Nagyon helyes kis baba. Na jó, mindegy. Na, szóval Mollikára emlékeztet ez a kis cumikás baba. De most megmutatjuk nektek, hogy mit kell ahhoz tenni, hova kell pontosan vizet tölteni, hogy LEA-nak folyjon a szeméből a könny, amikor elvesszük a cumiját. Hát most ilyen kegyetlenek leszünk, mert el fogjuk menni a kis cumiját. Na, mutatjuk. És hogyha először kihúzzátok a cumit, akkor ne ijedjetek meg, ha nem csinál semmit, például most, nem csinál semmit, utána visszadugjátok, akkor most cumizik, és hogyha még egyszer kihúzzátok, akkor már sír, és elég erősen folyik, úgyhogy vigyázzatok. Ó, már jönnek is a könnyek. Szegényként milyen keservesen sír. Jól van, Leácska. Most tedd vissza a cumit a szájába. Na, el is apadtak a könnyek, tessék. Jól van. Így most már minden rendben van, hiszen bent van a cumi. de cuki, nem? Tényleg olyan hangokat ad ki. Igen, Mólika is pont ilyen hangokat adott ki. Jó hangosan cumizik. Volt olyan eset, hogy Mollika, amikor pici baba volt és már megtanult mászni, elbújt a kanapé mögé vagy a fotel mögé, már nem emlékszem, hogy hova, és nem tudtam, hogy hol van. És szólongattam, hogy hova bújt előlem. És nem árulta el, mert már kis huncut volt akkor is, és gondolta, hogy most ő bújocskázik velem egy kicsit. És mi árulta el a gyermeket? A cumizás! Ez a cuppogó hang, amit kiadott Lea, na ezt adta ki Mollika is, és igazából így találtam meg őt az egyik kanapé mögött, mert olyan hangosan cumizott, hogy ez elárulta őt. Szóval itt van Lea, akit szegény most megrikadtunk az előbb, azzal, hogy kivettük a cumiját, és úgy elkezdtek potyogni a könnyei, hogy nem kapkodtunk időben a papírzsebkendő után, úgyhogy most Leának itt a kis ruhája úgy néz ki, mintha nem a könnye folyt volna, hanem egy kicsit mondjuk itt alul valami eresztett volna. Nagyon aranyos kisbaba, jól el lehet ölelgetni, ugye? Tehát így pont belefér az embernek a karjába. Tulajdonképpen elég hamar meg lehet vigasztalni Leát, mert elég csak be lehet tenni a cumit a szájába, és már el is apadnak a könnyei. Pont külön olyan, mint én. Én is ugyanezt csináltam, hogyha nem volt kéznél cumi. Így van. Na most már megvigasztalódott. Látszik. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, legyen szép napotok! Sziasztok!